a testületülést nyilvános, remélem beengednek. Miért meghívók egy testületi ülés, egy nyilvános testületi ülésen? Milyen? Miért nem? Csak. Ez egy testületi ülés, nyilvános testületi ülés, nem? Mit? Hát lehet úgy van meghirdetve. Szerencsétlen ostoba. Én vagyok szerencsétlen ostoba, egy diktátor törvénytípus. Jó napot, uraim! Mit akarnak? Mit akarnak? Hát a csukjákba vár. Állunk, mert nem tudsz elmenni, ilyen nincs meghívója. A Mohácsi itt a városházán a testületi ülésre, az ünnepi testületi ülésre. Ismét nem engedtek be. Kiúztam a városházal a transzparens, hogy itt diktatúra van, folytatódik, hiszen a nyilvános testületülés az mindenki számára nyilvános, de immár a baranyamegyei kormányhivatal vezetője, és itt van a városháza, neki ezt jól tudja, és kijátszották a dolgot avval, hogy ez egy nem testületi ülés, holott ez egy testületi ülés, hiszen az önkormányzat díját adója, tehát itt ismét folyik a Mohácsi diktatúra, a Mohácsi rendőrség, baranyai kormányhivatal asszisztálásával. Az elvtársra kijöttek, törvénytipró. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Ünnepelni jöttünk ma ide, ünnepelni az államalapítást, Szent István királyt és az új kenyeret. A magyarság Szent Istvánnak és számos tehetséges embernek köszönhetően fennmaradt. Ehhez kellenek bölcs, előrelátó és határozott vezetők az ország élére. A narancsbirodalom! Az is kell, a magunk helyén tisztességgel jól végezzük a dolgunkat. X5-ös BMW-kkel! Szeretném megkérni ezt a rikoltozó paprika Jancsit, hogy fejezze be az ordítozást, mert zavarja az ünneplésünket és megbotránkoztat bennünket. Ez a demokrácia! Csak az itt lévő külföldi vendégeinknek mondanám, akiket az imént gyalászkodó feliratával megbotránkoztatott. Ez az igazság, ami ki volt írva! Ez kiverő bűncselekményért többször elítélt, gyalászkodó alak. Hazudozó! Ez a passzió, hogy egy embertársait rendszeresen fejjelengeti. Gyalászkodó! A saját maga jelent fel embereket! Aki zavarja az ünneplésünket. Szeretnék méltó módon emlékezni, ünnepelni, megtartani az államalapító Szent István király ünnepét is, megáldani az új kegyelet. Tudjuk, hogy nem kedvel bennünket, mi sem ön, sőt, az itt jelenlévők inkább megvetjük önt, ezért felszólítom, hogy fejezze be a rendbontást, vagy takarodjon. Közszereplő köteles eltűrni! Úgy látom, hogy ez nem megy, úgyhogy kérem a rendezvény biztosító rendfenntartókat, hogy szíveskedjenek intézkedni. Szerintem példa nélküli, hogy egy emelkedett nemzeti ünnepet ilyen lotrombán gyalázatos módon megzavarja. Egy ilyen diktátor mondhat beszédet! Kérem, hogy ez Magyarországon a magyar nemzet területén példa nélküli, ezért kérem szíveskedjenek intézkedni. Nem a kommunizmus vagyunk, elvtárs úr! Kicsi van maga, hogy felszólít engemet? Én Kossuth Tibor, biztonságért. Kicsoda maga, hogy így zavarja ezt a... Demokráció, uram. Ön mondta, hogy addig csinálhatja, amíg más már nem mutatkozhat. Nem, mert nem mutatkozhat senkit. Legyesz és fejezze be is. Uraim, ne akarják a véleményükre szavazni. Nem akarok zavarni, én önt idéztem az előbb. Ön mondta azt, hogy... Sígy a rendőrt, uram, magán semmi jókörét intézkedik. Azt hiszem, mi a kalapjam. Mivel is tudtunk a közelmúltban hozzájárulni mi magunk városunk gyarapításához. Meg a saját vagyonotokhoz! Felesége évi 9 milliót keres, hogy nem is látják benne igazán a munkájén! Német úr, felszítom, hogy fejezze be csörnyét. Most akkor kezdem azzal a beruházással, amely az egyik legkiemelkedőbb volt a városban. A Mohácsi Hőszolgáltató Kft-nél 665 millió forintból újul meg a távhőellátó rendszer. A hőközpontok, lecseréltük a kazánokat és a távvezetékrendszer. Azt gondolom, hogy ez méltó válasz az ilyen most már gyalászkodónak. Nem gyalászkodok, ez az igazság! Nem tudom felszólítani, hogy fejezze be. A társaság vezetőivel velünk foglalkozik. Úgy gondolom, hogy egy olyan beruházást végeztünk el, amelyen sokkal hatékonyabb, gazdaságosabb és biztonságosabb lesz a hőellátás. Pontonokat, víziszínpadot adtunk át, kerékpár, csónakkölcsönzőt, amelyet egyre többen használnak mohácsiak és ide látogató turisták is. Testületülésre meg nem lehet bemenni! A
város egyetlen családi vállalkozás, kis vállalkozás megjelenik fel az ipari területen, sőt, több országos jelentőségi nagy beruházás is Mohácson valósul. Kedves felesége is most kapott egyet! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és felkérem dr. Hargita János urat, a Baranya megyei kormányhivatal vezetőjét a térség országgyűlési képviselőjét ünnepi beszédének megtartására. Törvény Tipró! Hargita úr, a testületülés nyilvános, de nem lehet bemenni Mohácson három éve! Tisztelt plébános úr, tisztelt járási hivatalvezető asszony, tisztelt ünneplő mohácsiak, tisztelt konfitársai! Ezt az igazgatási szervezetet is újjá kellett szervezni, ezért hoztunk létre megyei kormányhivatalokat. A megy falazza Mohácsi kor képviselőtestület törvénytelenségeihez! Járási hivatalokat is, ami magától értetődő, értik. Mohácson is kiharmados többségünk tudatában, a miniszterelnököt támogatva, nyilvánvalóan erre is lehetőségünk van. Én azt gondolom, hogy az önök felhatalmazásából hülyek maradtunk a Szent Istvánunkhoz, és ezt az elkövetkezendő időszakban is így szeretnénk folytatni. Trafik, mutyi! Bizodalmat.